A Vidámságé volt a főszerep csütörtök délelőtt a dombovári műfázban. A gyerekek a húsvét közeletével többféle kézműves foglalkozás közül is választhattak. Ráragasztottuk a taraját, a csőrét, ezt is, a farkát, és kész. Kicsit ráhangolódunk a húsvétra. Díszeket készítünk, mézes kalácsot díszítünk. A hat foglalkozás közül a mézes kalács szakkör a műfázban az év több napján is elérhető, nem csak az ünnepek közelettével. Hát mutatjuk nekik az írókezelést, mert az még a gyerekek bátrak, de azért mégis a technikát, hogy húzzák a csikot, pöttyözzenek, tehát bevezetjük őket a csodavilágba. Müller Ádám, a művelődési ház igazgatója elmondta, a hagyományos húsvétváró foglalkozást eredetileg a múzeum előtt akarták megrendezni, de a hűvös idő miatt ezt elvetették. Szerencsére sok gyermek érkezett, ezt mindig a szünet első napjára tervezünk, amikor már nincs iskola, nincs óvoda, a szülőknek is van szabadidejük, és még húsvét előtt vagyunk. Hat foglalkozással várjuk itt az érdeklődőket. Egyrészt a házból is érkeztek foglalkozásvezetők, nálunk működik itt a mézes kalács szakkör, náluk lehet mézes kalács díszíteni, aztán a könyvtárosok papírtojástartókat készítenek a gyerekekkel közösen, nálunk működik az éltes kávézó, itt tőlünk balra, ők nyugdíjasok, mindig nagyon szívesen készülnek, többféle papír foglalkozást, tehát papírterméket lehet készíteni, aztán papné Farkas Gabika, aki a Szép Teremtő kalákát vezeti itt az emeleten, nála is ilyen kakasokat, tyúkokat lehet készíteni papírból. De lehetett még nyulat simogatni, papírbábot és tojást is festeni. Az elkészített munkákat a gyerekek haza is vihették.